A Flashnet Kft. 2007 óta létezik, körülbelül 2000 ügyfelünk van, Cegléd és környéken szolgáltatunk telefont, internetet és tévét. A hálózati piac vezető gyártójaként a TP-Link folyamatosan kapcsolatban állt az internet szolgáltatókkal, nem csak Magyarországon, hanem világszerte. És egyre többször találkozott azzal a valós igénnyel, hogy az internet szolgáltatók már nem feltétlenül csak az általuk szolgáltatott végpontig kapnak kérdéseket és problémafelvetéseket a felhasználók részéről, hanem a vezeték nélküli hálózati kapcsolatra vonatkozóan is, melyeknek a vizsgálatához, távmenedzsmentjéhez nem álltak rendelkezésre megfelelő eszközök jellemzően a szolgáltatóknál. Eddig a szolgáltatók mondhatták azt, hogy ez nem az ő felségterületük, hiszen ők csak a végberendezésig szolgáltatnak. Azonban ettől függetlenül a hívások akár 80%-át is a vezeték nélküli problémák okozták. Erre az igényre a TP-Link 2019-ben kezdett el fejleszteni egy olyan megoldást, ami lehetőséget ad a szolgáltatóknak arra, hogy távolról rálássanak nem csak az általuk biztosított végberendezésre, hanem az előfizető saját vezeték nélküli hálózatában található eszközökre, azok jelerősségére, vagy éppen a környezetben található további vezeték nélküli hálózatokra is. Másfél éve a TP-Link jelezte, hogy készülnek valami csoportos távmenedzsment szerverrel, és szimpatikus volt ez számunkra, hiszen szerettünk volna időt és pénzt spórolni azáltal, hogy valami olyan szolgáltatást vezessünk be, amivel a saját életünket tudjuk megkönnyíteni. A TP-Link Agile megoldása 2020-ban jelent meg világszerte, ekkor Magyarországon is az első internet szolgáltatókkal megkezdtük a rendszer tesztelését. Ezeknek a teszteknek az eredménye egyértelműen pozitív volt. A problémák jelentős részét, 80-90%-át el lehetett hárítani távolról. Én úgy gondolom, hogy az Agile abban könnyíti meg a mindennapjainkat, hogy akár a telefonos ügyfélszolgálat is tud segíteni a felhasználóknak a problémák nagyobb részében, és ezért nem kell a magasabb szintű supportot igénybe venni, és ők tudnak másra foglalkozni. Elháríthatók olyan problémák, mint a nem megfelelő csatorna beállításból adódó gyengébb vezeték nélküli jel, mi adott esetben a nagyobb interferenciából adódik. Elháríthatók olyan problémák, amik az eszköz újraindításával küszöbölhetők ki. A költségmegtakarítás mellett a szolgáltatás minősége is jelentősen javul, hiszen az előfizető valószínűleg egy telefonhívás segítsége vagy telefonhívás alkalmával szinte azonnal megoldáshoz jut. Nem kell adott esetben egy teljes napig otthon várakozni arra, hogy hozzá a szolgáltató mérnöke kilátogasson, és helyszínen próbálja a problémát elhárítani. Úgy gondolom, hogy a Flashnet abban fejlődött, hogy az ügyfelek kiszolgálása hatékonyabb lett, és ezáltal az ügyfeleknek is hamarabb egy jobb minőségű ügyfélszolgálatot tudunk biztosítani, és ezáltal az ügyfélélmény is jobb. A TP-Link Agile megoldásai alapvetően két szoftvert foglalnak magukba. Az egyik egy TP-Link Agile Server nevű alkalmazás. Ez ténylegesen egy olyan szerver, melyre az előfizetőknél telepített eszközök felcsatlakoznak a beüzemelésüket követően, és a szolgáltató ezen az Agile Serveren keresztül látja, és távolról tudja konfigurálni ezeket az eszközöket. 2020 február-márciusában kaptuk meg magát ezt az Agile lehetőséget, akkor kaptunk hozzá felhasználónév, jelszót és regisztráltunk, és akkor indult az egész. Körülbelül egy 4-5 óra hossza alatt fel lehetett állítani az Agile szervert. Tartalmaz még a szoftver csomag egy Agile Config nevű programot, melyel a szolgáltatók le egy saját firmware-t és config file-t gyárthatnak le. A felhasználó akár le is reseteli a routerét, már a mi beállításunkra, nem pedig a TP-Link gyári beállítására is fog visszaállni, tehát a felhasználónak lesz szolgáltatása azonnal. A legelső bevezetés az egy picit nehezebb volt, ugye a routereket kellett volna tömegesen felkonfigurálni, de
az kezdetben nem működött, jött most egy frissítés, kaptunk új firmware-t, és ezáltal most már a tömeges frissítés is jól működik, tehát akár 20-40-60 darab routert egyszerre le lehet frissíteni. Az Agile Config programmal saját firmware felület is gyártható, a szolgáltató saját logóját is el tudja helyezni az eszköznek a felületén, sőt azt is beállíthatja, hogy milyen menü elemek látszódjanak, és milyen menü elemek ne látszódjanak a telepített szolgáltatói vezeték nélküli routerben. A TP-Link Agile ráfordításai viszonylag minimálisak, hiszen igazából hardware nem is kell vásárolni, kaptunk egy egyéves tesztlicenszet teljesen ingyen, tehát erőforrás, tehát sem új szervert, hiszen virtualizációnk volt, csak egy virtuális gépet raktunk fel, és kész is voltunk. Tehát akár egy VMware-es környezetben is kényelmesen létrehozható egy ilyen szerver. A TP-Link Agile Config megoldásához pedig mindössze egy nagyobb kapacitású számítógépre van szükség, ennek rendszerkövetelményei a TP-Link weboldalán természetesen megtalálhatók. Szolgáltatói igények mind szélesebb kielégítése érdekében a TP-Link Agile Server és a TP-Link Agile Config megoldás vezeték nélküli routereknek egy széles portfólióját támogatja. Ebben a portfólióban megtalálhatók a nemrég még széles körben elterjedt Wireless N vezeték nélküli router termékek 10/100-as portokkal, valamint az újabb Wireless AC megoldások, amiket újabban Wi-Fi 5-ös megoldásoknak nevezünk. Itt már megtalálhatók 10/100-as, illetve gigabites porttal rendelkező eszközök is. Ezen eszközök egy része már támogatja a mesh funkcionalitást is, teljes otthoni lefedettséget biztosítva több eszközzel, illetve hamarosan, néhány hónapon belül várható belőle a Wi-Fi 6-os szabványnak megfelelő modell érkezése is, melyre egyre nagyobb igényt látunk a szolgáltatók részéről. Valamennyi TP-Link lakossági termék, így a szolgáltatói routerek is 3 év garanciával kerülnek forgalomba. A másik fontos szempont, hogy ezek a szolgáltatói routerek nemhogy nem drágábbak, mint a kereskedelmi forgalomban található hasonló specifikációval rendelkező termékek, hanem jellemzően a szolgáltatók számára kedvezőbb áron érhetőek el. Úgy gondoljuk, hogy tudunk egy olyan átfogó portfóliót kínálni, amiből minden szolgáltató kiválaszthatja azt a 2-3 különböző tudású és képességű eszközt, melyekből egy könnyen, optimálisan távmenedzselhető portfóliót tud kialakítani az előfizetőknél. A FlashNet szolgáltatása rendszerbevezetése óta abban fejlődött, hogy az ügyfélszolgálat is könnyebb, hiszen akár az ügyfélszolgálatos is ugye rá tud nézni, meg tudja mérni a sebességet, tehát nem feltétlenül kell ezt egy magasabb szintű supportnak átadni. Úgy gondolom, hogy az Agile megoldások még arra is jók, hogy egy társszolgáltató mögé egy virtuális szolgáltatásként saját magunk tudjuk menedzselni az ottani eszközünket, és van rálátásunk az ottani szolgáltatás minőségéről, minőségi paramétereiről, akár sebességet lehet mérni, ping-tesztelni, akár a vezeték nélküli hálózaton csatornát váltani. Sok mindent meg tudunk tenni, hogy az ottani szolgáltatásunkat monitorozni tudjuk. A FlashNetnél nagyságrendileg 6-650 TP-Link eszköz van. Nagyon szeretnénk kiterjeszteni az összes eszközre. Az eszközeink nagy része felkonfigurálva az ügyfeleknél van, de valami megoldást fogunk keresni, és valószínűleg fogunk is találni arra, hogy hogyan tudnánk ezeket is bevonni az Agile Server szolgáltatása alá. We'll be right back.